Ez maradt nekünk egy elbukott forradalom. Egy seb, mibe nem gyógyulhat. 1956 egy nemzetnek az áldozat. Hangzott Varga Miklós 1956 című dala vasárnap, október 27-én Szovátán, mi alatt idősek és fiatalok gyülekeztek a Lélekharang környékén, az elnyomó rendszerek áldozatainak állított emlékműnél. A gyülekezőt követően 11 óra 30 perckor, a himnuszok eléneklését követően Fülöp László Zsolt, a szovátai RMDS elnöke mondott köszöntőt. Valljuk őszintén, hogy mi az életben mindig változik, mindig egy új aktualitást ad az évi üzenet. Az idén, úgy ahogy a beszédemben is mondtam, a közelgő választások, parlamenti, államelnök választások, de nem csak, hanem megnézzük a nemzetközi politikai helyzetre való odafigyelés, mert mindig is a Földön voltak zavargások, de talán ennyire összetett, ennyire komplex, mi most, ami történik, hogy úgy a Közép-Keleten, mint az Amerikában a választások, illetve a szomszédunkban ez a háború. Ez mind olyan tényező, amire fel kell hívja a figyelmünket, hogy igenis a választásokon jelen kell legyünk, kell legyen érdeképviselet az erdélyi magyarságnak, az érdeképviselet kell tudjon élni a lehetőségekkel, diplomácia úton annak érdekében, hogy ne ismétlődjön meg a történelem. Nagyon-nagyon fontos, hogy a történelmi eseményeinkre visszaemlékezzünk, hősöinkre meg tiszteletet tegyünk és megemlékezzünk, de nem csak ennyi, hanem ezt a konszekvenciát le kell vonni és be kell ültetni az aktuális helyzetünkbe, az aktuális életünkbe. Ezután szavalat következett, majd a történelmi egyházak elöljáróinak áldása. Mindezek után az emlékhelyen a magyar nemzeti lobogó színeit idéző koszorúkkal tisztelegtek az 1956-os hősök emléke előtt. Az eseményt az idei évben is megtisztelte jelenlétével a Magyarországon élő szovátai születésű Kelemen Imre 56-os hős. 1937-ben születtem, és 19 éves voltam a forradalom idején. Milyen gondolatok és érzések vannak önbe évről évre, amikor megemlékező ünnepséget tartanak? Hát nem lehet ezt kifejezni. Nem tudom azt megmondani, de fantasztikus érzés. Hogy én, mint egyedül túlélő, még eljövök, és minden évben részt veszek az itteni koszorúzáson. Valami fantasztikus volt. Mikor hallgattuk a rádióba, mindent elkövettünk, hogy ott legyünk. De hát nem sikerült, mert idejében elfogtak. Egyikünknek bőcskött a születi bálba, hogy menjünk Magyarországra a forradalmárok mellett. Hát biztos valami besúgó meghallotta. Aztán apránk, hogy mindjárt elfogta. Úgyhogy nem sikerült, hogy átmenjünk. Az ünnepségen jelen voltak Tataváros testvértelepüléseinek képviselői, akik szintén elhelyezték a kegyelet koszorúját az emlékműnél.